Na kérem szépen, elvileg a technikai problémáink megoldódtak, és most már hallani is lehet minket. Elvileg. Aztán gyakorlatilag is lehet minket hallani, tehát akkor még egyszer nagyon kellemes szép estét kívánok mindenkinek. A hangszünetért bocsánat, egy kis technikai probléma. Lassan vége az időmérő edzésnek, 3 perc múlva konkrétan. Amit Tóth Dániel vezet 1.45-1.45-5-ös idővel, mögötte Tóth Richard 45-7-tel. A harmadik Stafinski, negyedik Szabó, ötödik Kovács, hatodik Pincés, hetedik Fáj, nyolcadik Ammeren, kilencedik Mazán, tizedik Varga, tizenegyedik Bordás, tizenkettedik Hange, tizenharmadik Karász, Bicskei és Sas 15-en vannak a versenyben és a szerveren is. Alfa Amura Racing Liga, VSR 3-5-ös, Suzukai nyitófutam. Így gyorsan, én Zsebe József vagyok, az operatőr kolléga pedig Fáj Antal. És megoldódtak a technikai problémáink, hála égnek. Hát akkor mondjuk nézzük a Hammerer Bálintot a 8. helyen, hogy teljesít egy kör, pont most futott be. 8. így van. Egy 9 kanyaros pálya, nem túl hosszú. 2x25 perc futam lesz egy box kiállással. És Hammer közben újabb gyors körön van, de nem tud javítani, 316 ezeredre van a második szektorban. Ottól az első szektorban, második szektorban már 649 ezeredre, viszont most ott magához képes javítani kereken 200-ot. Ez jó körnek fog kinézni. Egy 42 tud javítani egy tizedet, és ezzel följön a 6. helyre. És akkor mondjuk nézzük a jelenleg vezető, élen álló pilótát, Tóth Dánielt. Hogy teljesít egy kört ezen a pályán. Nem nagyon erőltette meg magát. Kiment, ment egy kört, bejött. Na hát akkor nézzük, hogy megy egy űridőt. Első szektor 2/10 magától. A másodikban még több lesz. 3. De még lesz ideje még egy kört futni. A utolsó szektorból csak javítani, 239 ezeret plusszal fejezte be a kört. Nézzük, hogy másodikra mit tud kezdeni a saját idejével. Hát az első szektorba kap, jó volt az első próbálkozás. 135 ezeredet konkrétan. Mondjuk még így is ő van saját magához a legközelebb. 63 ezered, erre még rájön a második szektorban. Ó, és ez nagyon sok. Á, vége. End. Mi van még gyors körön? Mondjuk az 5. helyen Szabó. De jó. 6/10 az első szektorról már. 134 ezred magától. Köszönöm, hogy ez maradhat is a végeredmény. Szabó nem fog tudni javítani. Aki még viszont most befejezi a körét, az Bordás a 11. helyen. 42-6-tal 11. helyen fejezi be. Nem javít. És... Tóddal is sem fog már javítani. Ugyebár a levezetőkör kötelező. És hát akkor a végeredmény, Tóth Dániel nyert, Tóth Richard előtt a 3. Stafinski Dániel, a 4. Hammer Bálint, az 5. Szabó Gábor, a 6. Kovács Ádám, a 7. Pincés Ádám.
a 8. Fáj Andris, a 9. Mazán Dániel, a 10. Varga Bertold, a 11. Bordás Szabolcs, a 12. Hange László, a 13. Bücskei Zsolt, a 14. Kárász Rudolf, és a 15. pozícióban Sas Illés végzett. Ez lett az időmérő edzésnek a végeredménye itt a Suzuka East pályán, és akkor ránézzünk a csetre. Na és működik, úgy néz ki. Így van, és akkor üdvözlök minden kedves csetest, kérdéseket, egyéb dolgokat itt nagyon szívesen várok. De én szerintem egy pár perccel, 2-3 perccel elmegyünk egy kicsit reklámozni, és akkor érkezünk kereken 5 perc a warm-up, és érkezünk a futammal, hogyha minden igaz. Kérem az infót az operatőrtől, hogy így van-e. Igen. Jó, akkor egy kis reklám, és hamarosan érkezünk a futammal. Yeah, stop right there, mate. Perfect. Just so you know, mate, it's all main drivers except the AAA cars, PD in front of you and Lucky behind you. Yep, okay. Good luck, mate. Fuel for one. Fuel for one, thank you. Grid set.
volt egy kicsi kakasom. Elvitte a róka. Lost my seat again. Well, I'll go, pushing in the pen. Well, I know, we're gonna go back in. We're gonna go. Oké. Na hát akkor kérem szépen, úgy néz ki, hogy vissza is térünk, szépen lassan. És kezdődik az első 25 perces futam, ahol egy kötelező boxon vagy tankolni, vagy kereket cserélni, vagy egyszerre a kettőt, ahogy jól érzi a kedves versenyző. Kötelezően meg kell tenni. Ötözzel meg kell tenni ahhoz, hogy szabályos legyen a verseny. Mondom, a verseny és ne legyen eltiltása. A második futam pedig úgy fog kinézni, hogy, ez, hogy az első 10 helyzet Zutyi megfordul. És... úgy rajtol el. Tehát, mint említettem már az előző etapnak a végén, a Tóth Dániel nyerte meg az időmérőt Tóth Richard előtt. Tehát, innentől kezdve Tóth Dániel lesz. Nem is tudom, Tóth egy... Ez így érdekes lesz, hogy Tóth követi Tóthot. És elrajtoltak a srácok. Jönnek a felvezető körre. Ja, hát és akkor még egyszer a sorrend. Tóth Dani, Tóth Ricsi, Stafinski, Hammerer Bálint, Szabó, Tomács, Pincés, Fáj, Mazán, Varga, Bordás, Hange, Bicskei, Kárász és Sas. Így sorokozik fel a 15 pilóta ezen a Suzuka-i pályán. És bízunk benne, hogy minél többen célba is érnek. Körbe is ért már az első ellévő Tóth Dániel, hát reméljük, hogy nem a hagyományaihoz híven unalmas, egyedül autózós futamot fog csinálni. Persze, tisztelet, amikor nem volt ilyen, de volt jó párszor, pláne formula autózásba. Reméljük, hogy Tóth Ricsivel jót fognak majd vívni. És akkor be is állt ezzel a tűzpiros autóval. Az első helyre a Fortec Motorsport színeiben. Tóth Richard, és hát akkor nézzük a rajtot. Így, né, mindenki felsorakozik szépen. Tizen... és Varga a boxból indul, na hát ezt majd meglátjuk, hogy miért. Égnek a lámpák. És el is indul a rajt, Dani jól kapja el a rajtot, Stafinski is jól kapja el, lerajzsolja Tóthot. És Stafinski le fogja rajdolni, óó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 
És így Stafinski az első, Kovács a második, Szabó a harmadik, Hammer a negyedik, Tóth az ötödik, és Tóth Ricsi az ötödik, Tóth Dani a hatodik. Hát szerintem most itt Tóth Dani át fog gázolni a mezőnyön. Hát ez nem volt szép manőver Kovácstól. És hát akkor Tóth követi Tóthot. Ópp, ettől voltam én egy kicsit megijedve, hogy ezek itt ketten mit fognak összehozni. A két Tóth. Stafinski első, akarom mondani, Stafinski elsőgen, Kovács második, Szabó harmadik, Hammer negyedik, Tóth ötödik, Tóth kettő, hatodik. Jó megoldás, nem tudok jelenleg. És hát a pálya a pikantériája, hogy előzni nem nagyon lehet. És akkor a hetedik Pince és nyolcadik Fáj, Andris, kilencedik Hange, tizedik Sas, tizenegyedik Bicskei. Sas hova jött fel a 15. helyről? 12. Kárász, 13. Mazán, 14. Bardás és 15. Varga az első kör után.
És közben Stafinski volt az, hogy jól látom, igen, Stafinski a 9. helyen a sódrágyba, és letörte az első szárnyát. Akkor innentől kezdve Kovács vezet, és Szabó a második, Ammer a harmadik. És Tóth Dani előzi Tóth Ricsit a negyedik pozícióban, és ezzel főn a harmadik helyre. Akkor mondani, a negyedik helyre, ötödikről. És mehet Hammer után. Nem kell félni Tóth Danit, aki látott már itt Tóth Danival Forma 1-es akármilyen futamokat, és hogyha mennek ki a versenyzés, akkor a mezőny végéből is elég szépen, drasztikusan föl tudott zárkózni. És hosszú lesz ugyebár ez a futam. Nagyon hosszú lesz ez a futam. Ami azt illeti, hát a második körben járunk, és még van 22 perc hátra, tehát... Kovács előnye 2,3 másodperc Szabó előtt, Hammer pedig ragadt Szabóra. És Tóth kanyarra faragja le a hátrányát Hammerral szemben. És övé is az első szektor. Lilult neki. A második már nem. És Tóth jön vele. Tóthot se nagyon kell félteni OV-ba, Openville-be. Nullát jön Tóth Dani. 43-2 Tóth Ricsi. Kovácsnak 42-6 a leggyorsabb ideje, ő eddig a leggyorsabb kör. Hát, én őszinte leszek, most pártatlanul is, Kovácsnak azt a rajt utáni manőverét szerintem BT vizsgálni fogja. Mert az ott, hát Tóth Danit konkrétan kirakta a pálya mellé. Tóth Dani nem tud jönni Hammerra föl. 42-6-49-et jön Tóth, Hammer 42-8-at. 42-9 Szabó leggyorsabb köre. Negyvenkettő-négyet jött Kovács. Elkezdett egy elszakadást. Volna folytatja az elszakadást. Viszont... Hát Szabótól már 3,3 másodpercre van. Ammer üldözi Szabót, és Tóth nem nagyon tud följönni Ammerra. Nézzük szét a mezőny hátuljában. Történik-e valami érdemleges? Hát itt a... 10-11-12. helyen. Hát most már csak 10... akarom mondani, 11-12. És Stafinskyval valami történt, engem be is zavart. Stafinskynak off van. Hát ezt majd utána járunk, hogy micsoda. És akkor a 11-12. helyen Sas eldobja a 11. helyen, és Varga elmegy mellette. Közben Hanga is hibázik, és így kigyorsításon Varga el fog tudni menni Hanga mellett, és így úgy néz ki, hogy javít két helyet, vagy Hanginak leégett a motorja? Hát nem, Varga, újabb javítás. Főn a 10. pozícióba. Akkor nézzük az elejét. Hammer üldözi Szabót. És kérem szépen Kovács összeütközött Stafinskyval. Stafinski mit csinál a pálya mellett? Hoppá! És egy Tóth profitál belőle főn a harmadik helyre. Na hát izgalmasá lett itt téve ez a fó. Nem tudom, mi történt. Foggal sincs, mi történt. Szabó vezet. Kovács csak a harmadik. Hammer a második. Ott valószínűleg Kovács összeakadt Stafinski, valaki botorkált a pályán a 14. helyen. Nem tudom, már plusz 3 kör hátrányban van, tehát... Akarom hozzáni, ő hozzám az átlátjú kiesett, elnézést kérek. Hát ez így érdekes, és akkor Tóth... mehet... Szabó és Hammer után. Hát ez így érdekes volt, hogy ott Kovácsal mi történt. Nagyon-nagyon érdekes volt.
Onnan valószínűség szerint ott botorkált a pályás Stafinski már az előző körben, és most is Varga is ott van. Az előző körben, és összeakadhatott vele, nem figyelt. És Tóth most kezd ráesni az első két helyezetre, egy picikét hozott. És szélárnyékból Hammer előszeti Szabót, ha tudja. Bizonyám, csak itt össze ne akadjanak, és rájuk esik Tóth nagyon. Megy a lögdösődés. Ó, Hammer, az sem volt egy... Ott már túl agresszív volt Tóth, és... akarom mondani, igen, az Hammer eldobja Tóth második, ugye nem sérült az autója. Nem, úgy néz ki, hogy megmaradt az első szárny. És itt Tóth Ricsi feljött a harmadik helyre, Fáj pedig a negyedik, szépen lassan. Pincé és az ötödik, Kovács az újabb pördlés után a hatodik, és elmegy mellette Hammer, aki az előbb pördült meg. És így Kovács visszaesik a hetedik helyre, jön Bicskei a nyolcadikon, kilencedik Bordás, tizedik Varga. És akkor nézzük az elejét, ó, és Tóth is eldobja! Hát ez csúnya. És hát így Szabó vezet, Tóth Ricsi a második, Fáj a harmadik. Éppen sunyiba följöttek. Hát ehhez Tóttól nem nagyon lehetett hozzászokni, hogy hibázgat. Hát ott elfogyott a gumi, vagy valami hasonló okosságok. Vagy sérült az autó, bizonyán valószínűleg sérült az autó. Hát igen. Holból elég nehéz futama van. Szabó vezet, Tóth Ricsi a második, Fáj a harmadik, ők szépen jönnek egymás mögött. És ahhoz képest, hogy Fáj... Hát nekem Fájön is futamtempója egy kicsit meglepő. Lehet, hogy ő erre gyúrt, nem időmérőre. A versenyben futott leggyorsabb kör Tóth Ricsi nevéhez fűződik 42.417. De mögötte André Fáj is jön 42.636-tal, tehát nem sokkal van lemaradva. Szabónak a leggyorsabb kör a 42.809. És hát Tóth Dani úgy néz ki, hogy a sokadik helyen, a kilencedik helyen kört fog kapni, és Bicskei közben a sódrágyban. Hát sajnos igen. Nem jól sült el ez a futam Tóth Daninak. De majd meglátjuk a folytatást, és Tóth Ricsi esik rá Szabóra. És jön vele Fáj is. Itt a nagy esély a marussziásoknak, hogy egy 1-2-t meg tudjanak csinálni, és sutyom ma. Most az lekörözés érdekes, mert azért Tóthnak ott a hetedik helyen nem rossz a tempója. Most már. Igen. Akkor nézzünk szét itt az 5., 6., 7. helyen. Kovács csak a 8. pozícióban van. Varga a 9. Stafinski 11. Hammereri a legjobb kör, 1.42.167-es idővel. És Tóth közben már üldözi. Üldözi? Hát jobban van, visszaveszi a kört Stafinskitől. 6. helyre jön föl a boxokból jön kifelé mindenki tankolni. És Tóth elől, Tóth Ricsi, nem boldogul Szabóval. Fáj a boxban.
Közben 12 perc eltelt már a futamból. Hát érdekesen alakultak itt a dolgok. Mazán keresztbe ment a boxba igazából. Tomu még mindig vezet út a második pincés, harmadik Hammer, a negyedik Tóth Dani az ötödik egy boxsal. Hát. És Fáj mögé jön vissza. Hát erre nagyon kíváncsi leszek, hogy ezt végig fogja tudni elhozni. Így. Hogy kb. 4-5 körrel, sőt. 6 körrel a többiek előtt jött ki. Hát kíváncsi leszek rá. Mindenesetre nem kell a továbbiakban félteni se Fájt, se a többieket, mert és Tóth Ricsi közben bejött a boxba. És így a sorrend az úgy néz ki, hogy Szabó vezet még mindig pincés a második, Hammer a harmadik, Tóth a negyedik, Fáj az ötödik és Tóth Dani a hatodik. Jön Tóth vissza, pár úgy nagyon elver mindenkit. Hát Fájt konkrétan 8 másodperccel elverte úgy, ahogy kell, minimum. Az bő. Nagyon megverte Fájt a boxba a saját csapattársán. És most Hammer vezet. Boxszal. Szabó pincés is kín van. És Hammer eldobja újra az autót. De még van annyi erőnye, hogy... Bizonyám, hogy van annyi erőnye, hogy vissza tud jönni első helyre, csak hát így a box az ugrott. És jön is be a boxba. És hát akkor nézzük ezt a Hammer-Tóth Ricsi csatát, ugyanis Tóth Richard... Hát van egy olyan sad, hogy öröm, hogy át fogja venni a vezetést. És pincéséket is úgy megverte a boxba, szerintem teli tankkal indult, és csak kereket cserélt. Úgy de nagyon megetetett itt mindenkit. Bizonyám, Tóth Ricsi átveszi a vezetést. Nagyon átveszi a vezetést. Pincés fog jönni a második helyre. És a harmadik Tóth Dani. Hát akkor csak tudott ebből profitálni. A hátránya viszont... hát 13 másodperc. Annyira még nem is sok. Na hát most itt az lesz a kérdés, hogy taktikailag ezek jön ki, hogy ki kell-e még egyszer jönni, vagy kibírja a gumi. Tíz perc van hátra az első futamból. Hát nem hibázik valami orbitális a Tóth Richard az élen, akkor neki ez a futam, hát, is ebbe van. Be kell hozni. És hol tűnt Fáj Andris, már csak a hetedik. Ő vele valami történt, szerintem hibázott. Hammer Bálint újra keresztbe és újra a boxba. Gyorsan hajtott Hammer Bálint a boxba és kapott egy áthajtásost. És így már csak a kilencedik. Állj, szegény Hammer! Hát és visszajön a 9. helyre, úgy néz ki. És közben a 3. helyen Tóth utolérte pincést.
Hát kivére még ezt a 12 kört a gumi. És Tóth Ricsi folyamatosan lép el előlük. Ó, és nagyon ott van már a harmadik helyen szélárnyékban Tóth Dani. Filip Pincés szélárnyékából ez már neki meg lesz. És így feljön a második helyre Tóth Ricsi mögé. 13,8 másodperces hátrányban van mögötte. Hát necces. Nincsen sok már hátra. Kovács a negyedik a hibája után is. Ötödik Szabó. Ők itt jót csatáznak még. Tas! A beton falba. Kafinski a boxban. Tas Imre mellett elmegy Bordás is majd szépen lassan. Szabó pedig próbálja begyűrni Kovácsot. Meglátjuk mindjárt, hogy milyen sikerrel. 8000 volt, 8000 most a hátrány az előző körben is körülbelül itt volt. Második szektorban egy kicsit megérkezett rá. 775000 konkrétan az időmérő pontnál. Hát az utolsó szektorban ellépett egy kicsit Kovács. Tóth pedig elő lerázta magáról Pincést. De nem tud közeledni Tóth Ricsire. És úgy néz ki, hogy Kovács és Szabó között is itt a negyedik, ötödik helyen be fog állni. Van szépen lassan beáll ez a 8-11,3 másodperc közötti intervallumú különbség. A Vármos Szabó egy kicsit, akarom mondani, hogy Kovács kicsit beleerősített. Már lesz másfél másodperc is, 1-3-69. Bordás mögöttük 3-4 másodpercre. És Fáji. Fáji érkezik meg Bordásra, hát erre kíváncsi leszek. Maradjunk itt a hetedik helyen. Hát a föl tud zárkózni Bordásra Fáji is egy kis intenzív szórakoztatást nyújtani nekünk. Esik rá bizonyán Bordásra, fél másodperc. Itt, itt nagyon bele kellett fékeznie. És Bordás eldobja. Hát igen. Így Bordás eltűnik Fáji főn a hatodik hely, és Varg és Hammer összeakad. Áj, ez nem volt szép. És Tóth közben 14,3-ról fel tudta magát küszködni 12,6 másodpercre, amikor 5 perc van hátra a futamból. A leggyorsabb kör is az ő nevéhez fűződik egy 42-es és 103-as körrel. Ránézik én itt a csötre. Hogy állunk, mint állunk. Még egyszer üdvözlöm a kedves tévénézőket a cseten is. Kérdés van esetleg, föl lehet nyugodtan tenni. És szépen lassan azért cseni a tized másodperceket Tóth Dani. Tátrány már csak 11,9. Szétnézek én itt, Bordás fejen állva a hetedik pozícióban eldobja. Áj, szerencsétlen Bordás. Szegény Bordás, azon az autó van még épp adatrész, drága barátom. Tudsz még vele egyenesen menni? Kárászt közben engedje boldogot boldogtalan itt lekörözöttként.
és 13-an vannak még versenyben, az annyira nem is rossz két kieső volt. Hát nehéz lenne ezt a futamot most így hirtelen összefoglalni. Kovács Andris az ötödik pozícióban, kapcsoljuk az ötödik pozícióra, Kovács András elragadt a pálya szélén, és most tud visszajönni, így visszaesik a... Én egy kisebb lakullámba kerültem. Igen, most jó, és ne veszünk vissza, de hát egy tekintélyesebb hátrányt szed össze. Fáj már közben az ötödik, és előre esett ki Kovács, akkor úgy néz ki. Úristen, 11-0. Már csak a hátrány, hát szerintem ott Tóthnál valami elment. Hát és megcsinálta. Korábbi box kiállással be fogja hozni, úgy néz ki. Hát igen, ezt a futamot elég nehéz lenne összefoglalni. Röviden tömören, hát ugye már a rajtnál Tóth egy kicsit beragadt. És hát Kovács úgy szó szerint letolta a pálya széréről, eljött vele Stafinski, Szabó is, Tóth Ricsi is. Majd az ötödik helyről felkapaszkodva följött a dobogóig, amikor Kovács hibázott, összeakadt, valószínűleg ott a hibázó összetört autóval köröző Stafinskival, ez csak egy feltételezés, hogy visszaesett a hetedik pozícióig, így Szabó átvette a vezetést Tóthék előtt, Tóth és Hammerer előtt konkrétan. Ott Hammerer és Tóth egy banális hiba folytán összeakadt, Tóth visszaesett, hibázott, box. Nagyon az elején, és zárkózhatott föl, ekkor már a dobogó első három fokán állt, Szabó vezetett, Tóth Ricsi volt a második, és fáj a harmadik. Majd nem tudom, hogy, de valószínűleg... Ó, Tóth Ricsi hibázik, Tóth Ricsi keresztbe dobja az autót az első helyen! Tóth Ricsi keresztbe dobta az autóját! Hát az kemény befutó lehet végig, de nincs már annyi. Egy perc van, két kör. Hoppá! És 1-9 az előnye már csak Tóthnak. Hát és akkor itt az összefoglalóban jött a csavar. Csak a Tóth valószínűleg nem tankolt, hanem csak kereket cserélt. Mert 8 másodpercet vert konkrétan körülbelül mindenkire. És esik rá Tóth Dani. Na lesz egy utolsó, izgalmas utolsó körünk, úgy néz ki. Hát ez nem gyenge így. Hát na, a Tóth ott a végén még alkotott egy kicsit, csak azért is, hogy izgalmas, és 9-11 másodperc maradt. Nagyon esik rá Tóth Dani, Tóth Ricsire. Itt 6 tized körül lesz, 8-72. Hát ez nagyon brutálisan szoros befutó. Ha még lesz egy kör, nem hiszem, hogy lesz, ez már befutó lesz. Jaj, és Tóth Dani hibázik. Az ott széles. Éppen hogy csak, bejött Tóth a második helyre. Tóth 1, Tóth 2. Pincésen a harmadik helyen, és fáj a negyedik, szépen visszazárkózott azért onnan a 7.-8. pozícióból. Jön az ötödik helyen Szabó. Kovács, hát én őt meg, én őt úgy gondolom, hogy a BT majd a rajt miatt büntetni fogja, szerintem az én véleményem. Kovács a hatodik helyen most fut be. Jön a hetedik helyen Bordás, nyolcadik Hammer. Kilencedik Varga, tizedik helyen érkezek, már körhátlányban Hange. Stafinski is befutott, Kárász is befutott, Sas István is befutott. És ennyien értek célba. Egy pár perc reklám, és hamarosan érkezünk. 5 perc múlva második futammal, maradjatok velünk. We'll be right back.
Na kérem szépen, vissza is tértünk. És kezdődik a második futam, ahol a rajtrács úgy fog felállni, hogy hanggal szerszik van a második. Hammer a harmadik, Bordás a negyedik, Kovács az ötödik, Szabó a hatodik, Pincz és a hetedik, Fáj a nyolcadik, Tótricsi a kilencedik, és Tóth Dani a kilencedik, és Tótricsi a tizedik, tizenegyedik, Stafészüki, tizenkettedik, Kárász, tizenharmadik, Sas, tizennegyedik, Bicskei, tizenötödik, Mazán. És hát akkor nézzük, hogy fog alakulni a dolog. Találnak a srácok szépárosan a rajtrácsra. Kíváncsi leszek rá, hogy a hátulja hogy fog tudni feljönni. A Tóth Ricsi, Tóth Dani. Párosra gondolok konkrétan. Hogy ők mit fognak tudni alkotni a végéből. Jó mondom, hát ott a 9-10. Helyről. És ugye már mint észrevettétek, az a szituáció, hogy az időmérő megfordítottja, tehát az időmérő első 10 helyzetje megfordul, és így indulnak a második futamon. Hange vezetésével. Tehát jönnek a felvezető körön. És hát volt egy-két érdekes szituáció az előző futamon, ezt majd a BT valószínűleg vizsgálni fogja itt a rajt. Hammer Bálintnak is volt egy-két érdekes megmozdulása. De még voltak egy páran, most csak így két ember, aki így hirtelen eszembe jutott. Hát most remélem, hogy simábban fog lezajlani ez a rajt, mint az előző. És az előző az egy kicsit kaotikus lett, és villannak fel a lámpák, kialudt a piros, jön a zöld. Nézzük, Hangen nagyon rosszul kapja el a rajtot, elmegy mellette Bordás, Tóth, Kovács, Hammer, atya úristen, de sokan. És Bordás az első, Varga a második, Hammer a harmadik, Kovács a negyedik, Szabó az ötödik, Hangja a hatodik, Fáj a hetedik jelenleg. De Varga tolja a pályára a Bordást. Nézzük, hogy a vége hogy jött el. Tóth Ricsi már a nyolcadik. Tóth Dani jön is az elején rögtön a boxba. Hoppá! Hopp, 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 hopp. Hát ez így érdekes, és közben Tóth Ricsi is előz, és Fáj Andris is előzött egyet. Följött a hetedik helyre, Hangét megelőzte. És jön a Hange mögött Pincé és a nyolcadik helyen. Akarom mondani, 9. helyen, 8. helyen igen, és Fáj a 6. helyre jött föl. 8. helyen Pincé és Stafinski, 9. helyen tolja le már Pincést is. És ön mögöttük a Ricsi csak a 10-re visszaesett Tóth Ricsi. És ön mögöttük Tóth Ricsi is. Na kérem, Tóth Ricsi, Tóth Dani bátrat húzott és úgy döntött, hogy az első kör végén bejön a boxba. Ó, itt hárman vannak egymás mellett, hogy fognak ők elférni, és jóppá! Ó, Hangét meglökte Tóth Ricsi. Ó, és Hange... ez nem volt szép. És Hange kiesett, Hange kilökte Pincést. Ajjajjajjajjajjajjajj, na ez is BT gyanús eset. És hát az elején az állás, Bordás vezet, Varga a második, Hammer a harmadik, Kovács a negyedik, Szabó az ötödik, és Fáj a hatodik, hetedik Stafinski, nyolcadik Sas, kilencedik Tóth, tizedik Kárász, tizenegyedik Bicskei, tizenkettedik Hange, tizenharmadik Mazán, tizennegyedik Pincé és tizenötödik Tóth.
42-5 a versenyben futott leggyorsabb kör. Szváj Andris nevéhez fúződik az első körben. És hát akkor a 15. helyen van Tóth Dani. Valószínűleg az üres pálya. Így van, az üres pálya reményében, hogy tempót tudjon menni. Erre nagyon kíváncsi leszek. Nem próbálok meg nem részrehajló lenni, de ez így egy elég érdekes taktika. De most hogyha ezt ő így végig tudja csinálni, és megéri a futamot, hát le a kalappal. 32 másodperc hátrányban van az első helyzettel erre kíváncsi lesz, nagyon kíváncsi leszek. És az elején, Bordás az elején eldobja. És visszaesik, ó, és Vargát is rántja magával, visszaesik. Ó, Fáj Andris keresztbe. Hú, ötödik, Bordás, negyedik, Varga. Harmadik, Szabó, második, Kovács Hammer. Két Red Bullos vezet. Ó, most se fogunk uratkozni. Mint a nagy elemzésembe egy kicsit lemaradtam. Hát meglátjuk. Valószínűleg itt az elején Hammer és Kovács nem nagyon fog egymást támadni, de ne legyen igazam. De ahogy látom, szépen fokozatosan Kovács esik rá Hammer Bálintra. 8 tized volt. Hát 9 tized, tévedtem. De viszont Varga a negyedik helyen előzéshez készül, Szabót. Kívülről, ó, az. Hú, az majdnem koc volt. Szabó most egy kicsit meg tudott lépni. És kérem szépen Hammer Bálint ront! És visszaesik a hatodik helyre! Az szép! És Kovácssal is történt valami, mert elment mellettük Szabó is, meg Varga is, szerintem Kovács és Hammer összeakadtak. És Bordás is jön Kovácsra rá. Esik rá szépen itt. Hát itt az elején kaptunk egy szép négyest a duóból, lett egy kvartett. Jön mögöttük Stafinski is. Hát na, kíváncsi lesz, hogy itt a srácok mit kezdenek egymással. Stafinski leszakadt. És kiszállt a játékból. Én elvesztettem teljesen a fonalat. Szabó megvan, Varga megvan, Kovács megvan. Valaki innen eltűnt. Jó. De akkor nézzük a lényeget, az első három. És szélár, dupla szélárnyék Kovácsnak. Na srácok, ezt hogy oldjátok meg? Ó, Kovács a füvön! Ó, ez Varga megoldotta, kilökte saját magát. Hát, az nagyon agresszív volt. És Szabó is a sódrágyban. Akarom mondani, Varga, Szabó, beszélem a hülyeségemet. Jön vissza, hogy jön vissza Szabó a pályára? Jajnos kérek, Varga Szabó helyett Vargát mondta, tehát Szabó oldotta meg saját magának. Király, maradtak ketten. Hát ott azt nem lehetett meg... Nem szabadott megpróbálni, hát ott nem volt hely.
A leggyorsabb kör a futamon eddig pály 41, akarom mondani, 41.935-ös idővel. Na és akkor Stomi... Ó, Kovács küldi Vargát! Ó, az nem volt szép. Haver! Kovács konkrétan megkóstolta Vargának az ánusz rózsáját, úgy ahogy kell, és Varga futamának vége! És ezzel vége Varga futamának, Varga kiesett. Jajj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 
Nem mondok most semmit inkább, mert az megint részrehajlás. Hát és akkor egy újabb élpilótánk van, Stafinski vezet az élen. Hammer a második, Bordás a harmadik, Tóth a negyedik. Piskei az ötödik, Pincés a hatodik, Kovács a hetedik, Vazán a nyolcadik. Fáj a kilencedik, Hanga a tizedik. És Tóth a tizenegyedik. Na most én halkan megsúgom magamnak, gondolát én úgy gondolom, hogy itt a srácok szépen kínálják meg a Tóth Daninak első helyet, mert már csak 21 másodperc a hátránya. Egyéni vélemény. És hatodik helyen Kovács és Pincés. Kovács folytatja a felzárkózást, megy Bicskei után. Hogyha itt okosan csinálja, ott marad mögött és a célegyenesbe megpróbál ugyanúgy előzni. És bizonyám, Bicskeinek ez széles. Így jó lehet a szélárnyék. És Kovács újra előz, ugyanúgy, mint előbb. Kezd elmenni a hangom, ez nem jó. Már Kovács az ötödik mehet Tóth után. Kárász is pálya mellő jön vissza, ő már lekörözött. És Tóth hamarosan utóléri Bordást. A negyedik helyen. Őt Hammer is utól fog érni Stafinskit. Fájja, most jön ki a boxból. És már az első és a második helyen Hammer Stafinski nagyon egymásra találtak. 2/10 köztük a különbség. Második mérőpontnál 5/10 volt. És itt 3/10, de most szélárnyékot fogott Hammer, és valószínűleg elő... sima. Erőből meg kéne tudni, hát... Ledadogott ott a végén már az váltó. Azért nem lett meg. A fészke alatt egy kicsit most meg... Elmegy mellette Hammer. Tóth még nem tudtuk. Bordás-e! Az ott szűk volt, de Tóth eljött Bordás mellett. De a Bordás egyenesbe fordított és jön a negyedik helyen. Kovács 9 másodpercre van mögötte Pincéstől, már Kovács meglépett 2/7-re. Hetedik helyen Bicskei jönni fog a boxba. Közben már Tóth, aki az első körbe kijött a boxba, a 9. Bordásnak is kim van a boxkérő, Hammernak is kim van a boxkérő. Stafinskinek is az első helyről. Hammer megint hibázott. Varga és Tóth a pálya mellett, hogy úristen. Szerintem ők itt megint összeakadtak. Wow, és Stafinski a box előtt keresztbe. De megúszta. Akkor, igen. És így föltartja Sast is. És így most Tóth Ricsi az első. És jönnek a boxba. Stafinski, Hammer.
Stefanskinek van a legerőrébb a boxa. Bicske is kim van. És ezzel fönn az ötödik pozícióba Tóth. Stefanski jön, Hammer jön. Bordás is jön megelőzve Bicskeit. Kovács a pályam elő jött vissza, és... Tóth Ricsi is a boxban. Kovács is jönni fog ennek a körnek a végén valószínűleg. Tóth Ricsi jön. Áj, nem lesz meg Tóth Ricsi. Tóth Daninak. Sok az nagyon sok. 17, az nagyon sok. Mazán is jön ebben a körben, és bizonyám, hogy Kovács is. Áj, Kovács szépen keresztbe levágta a pályát. Mazán szépen bejön. Tehát így Tóth lesz a második, és Tóth 2 a harmadik. És most már megvan a hivatalos különbség köztük 5 másodperc. És így... Hát folytatódik az előző futam. Ugyanis Tóth 1-2. Szó szerint Tóth 1-2. Tehát a boxok után Stefanski a harmadik helyre, Hammer a negyedik, Pincé és az ötödik, Kovács. Pincé és a hatodik. Ötödik, és megzavarodtam egy kicsit, igen. Tehát Pincé és az ötödik, Bordás a hatodik, Kovács a hetedik. Bicske a nyolcadik. Kilencedik Mazán és tizedik Hange. Fáj, újra a pálya szélén szegény Andris, nem jött neki ki ez a futam. Most Hammer is belement hátulról egy kicsit. Hogy itt eljött mellette. Hát kíváncsi leszek, hogy itt erre a Stefanski és Hammer páros hogy alakul. És elő pedig a Tóth páros. Tóth Ricsi, Tóth Dani harca. Az előző futamon nem tudta utolérni. Jó van, hát utolérni utol tudta a Tóth hibája után. Tehát Ricsi hibája után Dani, de megelőzni nem tudta. Most van 10 perc és 4,5 másodperc hátránya. Utam végére okosabbak leszünk. És Stefanski sincs egyre maradva tőlük, 5,5 a hátránya, csak Tóth Danival szemben. De őnek ott van mögötte Hammer Bálint. Öttized már csak a hátrány. És közben Tóth Dani hozott egy kerek másodpercet. Hát ez izgalmasabb befutó lesz, úgy néz ki, még izgalmasabb befutó lesz, van, mint az előző. Négy tized már csak Stefanski és Hammer között. És most itt a célegyenes ráfordító Hammerre esett Stefanskira. Szépen szűken tudott fordulni. És most meg lesz a szélárnyék. De... Hát erőből most már megvan. De ledadok a váltója. De megvan neki, megvan neki. És ezzel fönn a harmadik erre Stefanski a negyedik.
Modric és Tóth Dani között már csak 2,5 másodperc különbség. Ő 2 újabb fél másodpercet hozott. Hammer hátrány velük már 6-5, és le is szafította Stafinskit. Keresek párost, hát ha van valaki, aki, de nem nagyon találok. Itt talán a Sas-Varga duó majd egymásra talált a 11-12. Helyen. Egy hét a hátránya már csak Tóth Daninak, Ricsivel szembe. Bicskei, úgy néz ki, hogy... Bicskei? Na kérem szépen, itt a Varga Sas. Hopp, 12. helyen ott ez ők, jó. Bardás ott hagyta egy alkatrészét a pálya szélén. Ez majdnem komoly tömegbalesetet okozott. És az első-második helyen Tóth 1 és Tóth 2, Tóth Ricsi és Tóth Dani között már csak 995 ezred van a második időmérőpont szerint. 5 perc van hátra, tehát ő a 6, maximum 7 kör. Folyamatosan zárkózik fel a második helyen lévő Tóth Dani. Nagyon ráesett már itt az első kanyarba. 3 tized. És elmegy Tóth Ricsi alatt az autó, és így megvan Tóth Daninak az előzés. Elnézést kérek. Lehet, hogy megint az a probléma jött neki vissza, mint ami az előző futam végén. Hogy kettőt váltott az a váltójá a kormányon. Ebből kifolyólag ment el neki keresztbe. Hát most lehet zárkózni Tóth Danira és visszapróbálni előzni. Hát az első szektor toronymagasan mindig az időmérőn is és a vármakon is Tóth Daniré volt. Kíváncsi leszek, hogy tudja vele tartani a lépést Ricsi. És ketten estek ki a... Ketten estek ki? Ketten estek ki, igen, a versenyből hangja is fáj. Nem tudja Tóth Danival tartani a lépést, Tóth Riárd. Én nekem meg kezdi a hangom megadni magát. Nos István közben a falba. De 41.935 még mindig a versenyben futott leggyorsabb kör, ez Fájnak a nevéhez fűződik.
Hát, a srácok már csak körözgetnek, nincsenek párosok, akik esetleg egymásra találhatnak. A 41-8 megjavítja a leggyorsabb kört út. Hát a jelenlegi sorrend pedig nem sokkal a vége előtt. Úgy néz ki, hogy Tóth Dani, Tóth Ricsi, Hammer Bálint, mindig azt mondom, Hammer Bálint, Stafinski, Pincé és Kovács, Bicskei, Mazán, Varga, Szabó, Bordás, Tas, Kárász és Fáji is hangja esett ki. És a futamból még van egy is negyed perc, tehát 1 perc 15 másodperc konkrétan most. Hát Tóth Ricsi nem tudja tartani a tempóját Tóth Daninak, már 2,6 másodperc a hátránya. Úgy néz ki, hogy Tóth Daninak bejött ez a taktika, hogy rögtön az első kör végén kijön, tiszta pályán tud menni és gyors köröket futni. Nem kell csatáznia senkivel, nem kell szélárnyékba menni és elkoptatni a gumit. Valószínűleg most léptünk bele az utolsó körbe. Ha minden igaz, nem még lesz. És a 9. helyre úgy néz ki, hogy csata van. Így van, Szabó és Varga egymásra találtak itt a végére. Nos, Szabónak, hogy a szélárnyék jó jön-e. Varga kihasználta a lekörözöttnek a szélárnyéket, egy kicsit meghúzatta magát. Ó, és Szabó eldobja a keresztbe egy alatta az autó. És hogyan vissza a pályára? Ó, Bicskei ki tudja kerülni, hál' Istennek. És közben Mazán már leintették két kör hátrányban. És Tóth Dani megnyeri, Tóth Ricsi a második, Ammer a harmadik, Stafinski a negyedik. Hát Pincés. Kovács az ötödik, Pincés a sódrágyba. Kovács az ötödik, Bicskei a hatodik, Pincés a hetedik lett a hibája után. Mazán 8. helyen már le van intve, Varga a 9. 10. Szabó, 11. Bordás, 12. Sas, 13. Kárász, 14. 15. helyen pedig Hang és Fáj kiesett. Hát én nagyon-nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Legközelebb már lesz interjú is, csak most így betegségre való tekintettel ezt kikerüljük. Nem volt unalmas egyik futam sem, köszönöm, hogy itt voltatok velünk. A Alfa Amore VSR 3.5-ös nyitófutamán 2 hét múlva folytatjuk, most azt meg nem tudom mondani, hogy hol lesz a futam. De Fáji Antal és jó magam Zsebő József révén köszönöm a figyelmet, még egyszer mindenkinek további kellemes szép estét kívánok, sziasztok!